Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az ingatlan lelakottságának előnyei. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, és tőkenövelés ingatlannal rövid távon 2024-ben című előadásom még a héten visszanézhető, úgyhogy kattints itt alattam, nézd vissza az előadást. Ennek az a nagy előnye, hogy a legtöbb ember ugye szem alapján vásárol, és hogy a legtöbb ember a szépet szereti, mint mindenki. Viszont befektetőként néha egy picit más szemmel kell ránézni egy ingatlanra. És azt is lehet látni, én vettem ilyet, és nagyon jól megtérült, mert rajtam kívül szinte mindenki kifordult abból az ingatlanból. Én viszont azt néztem, hogy az alaprajza tök jó volt. Az elosztása teljesen rendben volt, viszont hát ha azt mondom, hogy lelakott volt, akkor az enyhe kifejezés, mert az emberek zöme egyébként a szagok miatt fordult ki, tehát ott a húgytól kezdve ez volt az alapszag, és erre még csak ráemeltek, mint amikor a 19-ed lapot húzol, hát ez is olyan volt majdnem. Viszont egy nagyon jó állapotú ingatlan volt, tehát a falak egyébként épek voltak, tehát hogy az alaprajz tényleg rendben volt, nem is tudtam egyébként hozzátenni, csak annyira lelakott volt, és ezért volt olcsó. És ezért kerülték el a vevők, ezért nem tudták eladni, mert lerakott volt és csúnya volt. De azon egy festés, meg egy ilyen alapburkolatcsere nagyon sokat dobott, meg egyébként egy alapos fertőtlenítés természetesen. Úgyhogy ennek a lelakottságnak is vannak előnyei, sőt volt nekem olyan klubtagom, mert van is még mindig, aki úgy választott ki ingatlant, ami kinézetre csúnya fényképek alapján. Tehát baromi szarul fényképezték le az ingatlant, meg oda ment el, akkor is egyébként csúnya állapotban volt, de tulajdonképpen egy festés sem megoldott nagyon sok mindent, és egy elég busás haszonnal szállt ki egy pár hónapon belül abból az ingatlanból. És így is lehet ingatlant keresni, ez csak egy ötlet, hogy lehet, hogy nem csillivilli minden, de azt látod, hogy tulajdonképpen falak, egyebek, minden épp, és egy festés akkorát dobna rajta, hogy akár 5 millióval többére el tudod adni, és ezen a piacon is működhet, ahol éppen most vagyunk. Úgyhogy remélem, hogy most ezzel segítettem neked. Ez is egy kiválasztási szempont. Nagyon sokszor ugye azért szoktam mondani, hogy ki a célcsoportot, kinek akarod eladni, ki a célcsoport, mi a kiválasztási szempontok, és abból nem szabad engedni. Ezeket, ha te összerakod, egy idő múlva összefogod magadtól is, én nálam sokkal gyorsabban, hogyha hozzám jössz tanulni esetleg, de ha ezek megvannak, akkor onnantól sokkal könnyebb az eladás is, és ott van az, hogy sokkal könnyebben be tudod előzni a piacot is. És ilyenkor van, hogy nem értik, hogy neked mindig van bérlőd, hogy te olyan könnyedén eladod az ingatlant, ezért, mert én tudom, hogy mit csinálok, és a legtöbb ember nem tudja, mert érzés alapján cselekszik, én is így kezdtem, hogy félreértse, évekig ezt csináltam, de az ember egy picit utána rátér egy olyan útra, azért, mert tanul valakitől, ahol ezek egy fényes ösvény, de tudom, hogy miért csinálok, és hogyan csináljam, és akkor sokkal könnyebben és gyorsabban halad az ember. Ezt a tudást tudom neked én megadni természetesen. De ettől függetlenül a tőkenövelés ingatlan a rövid távon 2024-ben című előadásomat nézd vissza, itt alattam kattints, ez egy ingyenes tudásanyag, én úgy gondolom, hogy ragad meg a lehetőséget, mert már csak a héten tudod visszanézni. Szia!